Egy klasszikus családi ház építése során szinte teljesen biztos, hogy még a legpontosabb költségkalkuláció esetén is felmerülhetnek nem várt kiadások, hiszen egy hónapokon át tartó építkezés alatt könnyen jelenhetnek meg új igények, ötletek, változhatnak az árak, költségek. Így még egy hozzáértő által összeállított kiadás kalkulációban is több százezres, akár milliós többlet alakulhat ki, mire befejeződik a kivitelezés. Erre szeretnénk ötleteket adni, ami mindezt megkönnyíti. A típus ez tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnek előre tervezni és terveiket pontosan és kiszámíthatóan megvalósítani, mind anyagi, mind ütemezési szempontból. A típus tervek az előre gyártott termékeket tekintve kéregfal, kéregfödém, klímafödém és lépcsőelemeket használva kínálnak különböző méretű és alaprajzú házakat, melyek egyre nagyobb sikernek örvendenek. A közeljövőben 11 házzal bővül majd az építkezők döntéseit segítő LEIR típus házak köre. A gyakorló építészek és építész hallgatók számára kiírt házat de gyorsan tervező ötletpályázatunkra beérkezett 45 tervből, a 10 legjobbat szakértő zsűri választotta ki, míg a további egy épület a közönség szavazati alapján került be hamarosan az inspirációtárunkba. A jelenlegi projektünk esetében 100%-ban a rápca típus házunk épül meg. Az építési helyszíre kéregelemes falat és klímafödémet gyártottunk, illetve szállítottunk. A falakban előre behelyezésre kerültek az elektromos dobozok és védőcsövek, illetve a gépészeti áttörések is. A klímafödém esetében még 2022-ben konstrumadíjas termék lett, a vasbetonkéregbe előre bebetonozzuk a mennyezetfűtéshez, illetve a fűtéshez szükséges gépészeti csöveket. Ezek a csövek egyaránt alkalmasak hűtő és hűtővíz szállítására is, hőszivattyú kiszolgálására. Ennek eredménye, hogy a mennyezet jelentős szerepet játszik az épület kellemes klímájának kialakításában, hűtésében és fűtésében egyaránt. Tavaly kezdtük el a LEIR típusházak építését, ez a második típusház, amit elkészítünk. Nagy előnye az, hogy viszonylag gyorsan össze tudjuk rakni őket. Az alapozási munkák elvégzése után egy nap alatt megépítjük a falakat, egy másik nap alatt bezsalúzzuk, bebetonozzuk, a harmadik, negyedik napon felkerül a födémpanel, utána a vasalás, és utána be is tudjuk betonozni a kész födémet. A födénybe épített csőrendszerek az épület betonszerkezetét használják a hőcseréhez, így lesz teljes a klíma, télen sugárzó hőt, nyáron pedig kellemes fűtőhatást biztosítanak, zavaró légáramlatok és hőmérséklet ingadozás nélkül. A ház 113 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkezik, mely 4 szobát, egy nappalit és 2 fürdőt foglal magába, mely ideális lehet 5 fő részére, melynek köszönhetően sok kompatibilis is.